Már jelenleg is zajlik az a nagyszabású beruházás, melynek következtében teljesen megváltozik a Velencei tó arculata, emellett az élővilágra is jótékony hatással lesz. Erről lesz szó a következő percekben, tartsanak velünk! A Velencei tó és térsége évről évre egyre több turistát vonz. Nem csak a strandok, hanem a jelentős számú természeti kincsek, a sportolási lehetőségek, a programok és a fesztiválok színes kavalkádja miatt látogatnak el ide Fejér megyébe. Ezekhez viszont elengedhetetlen az esztétikus és szép környezet, és elárulom most már, hogy azért szálltunk hajóra, hogy egy már most is zajló beruházásról beszéljünk. Itt áll mellettem Tóth Sándor, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettese. Akitől azt kérdezem, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a beruházás, és mi ennek a célja? Hát tulajdonképpen a célokat majdnem ön fogalmazta meg, hogy mennyi mindenre használjuk ezt a tavat. Igazából alapvetően a tó vízminőségének, ökológiai állapotának a fenntartása és javítása a cél. Ennek érdekében egy olyan sor vízminőségjavító kotrást végzünk el itt a tovon, ami elsősorban az öblökre koncentrál, de valójában a természetvédelmi terület Nádas állományában is úgynevezett áramlásjavító kotrásokat végzünk, ami azt jelenti, hogy a nádasoknak friss vizet biztosítunk, ezáltal a nádasok minősége javul, ezáltal a tóvíz minősége is javul. De ezzel nem záródik természetesen a projekt. Számos ökológiai élőhelyet is terveztünk ebben megvalósítani, így költő szigetek létesülnek, halnevelő és halbölcsők is létesülnek, és emellett az egyik talán leghangsúlyosabb projekteleme az egész beruházásnak, magának a partvonalnak a felújítása. Ez 1970-es években épült, amikor a tó megkapta a jelenlegi üdülő és ökológiai képét. Ez a kettőség, ez továbbra is meg fog maradni, csak a partfalak javítása és újraépítése, ez egy új lendületet fog adni az ide látogatók látóknak, akiknek a partfal használatához igazodnak az újonnan kialakított művek. Tehát ez azt jelenti, ahol strandok vannak, ott olyan partvonalat próbálunk kialakítani, amellyel könnyebben el lehet érni a vizet. Természetesen gondolunk a horgászokra, a vízisportot kishajókkal közlekedők és a nagyhajókkal közlekedő rétegekre. Tehát mondhatjuk, hogy egy új és egységes és modern arculatot kap tulajdonképpen a Velencei tó? Igen, tulajdonképpen én azt mondom, hogy a régi arcát megőrzi, tehát az a fajta természeti környezet, ami a nádasok által biztosítva van most is, ezt megőrizzük és szeretnénk továbbfejleszteni, és a partvonal, ahol jelenleg a strandolás, turizmus, sportolás folyik, ott pedig egy nagyon komoly felújítás, egy esztétikai javulás várható. Meddig fognak tartani a munkálatok? A projekt befejezése 2021-ben fog lezárulni, tehát igazából a mostani idényen kívül még lesz egy nagyon kemény 2-3 idény, amikor a projekt az ide látogatókat és az itt élőknek a türelmét igénybe fogja venni. De azt az ígéretet kaptuk a kivitelezőktől, hogy azokon a partszakaszokon, ahol az idegen forgalom erősen igénybe veszi, ott az idényen kívül fogják elvégezni a munkákat. Természetesen minden beruházás, minden építés felfordulással jár. Otthon is egy takarítás az felfordulással jár. Ezt el kell sajnos viselni, utána én azt hiszem, hogy egy nagyon szép, nagyon kultúrált környezetet fogunk visszakapni.
Nagyon szépen köszönöm. Tehát már most is érdemes ellátogatni a Velencei tóra, 2020-ig pedig teljesen megváltozik majd ez a kép. Egy sokkal modernebb, élhetőbb és szebb velencei tavat kapunk majd. Jelenleg a Mohosz telephelyénél dolgoznak a szakemberek, itt öbölkotrási munkálatokat végeznek, az iszapot pedig a Cserepes-szigetre szállítják hajóval. A munkák épp csak elkezdődtek, egyes munkák, tervezés folyamatban van még, a kiviteli tervek. Egyes öbölkotrásokat kezdett meg a konzorcium vezető partner, a Korlaszalterra. A tó másik oldalán az evezős pályán is zajlik már a munka, ott a partfalon dolgoznak a szakemberek. Az evezős pályán ott egy komplett felújítás lesz, mert hogy ott a korábban függőleges partfal, az a versenyzési tapasztalatok szerint visszaverték a hullámokat, és a szélső pályák hátrányba kerültek ezáltal. Most egy rézsis partvonal lesz kialakítva, ahol a hullámok szépen kifutnak és elhalnak. Ez a kőszórás már most az építés során sok örömet jelent a halaknak és a vízi madaraknak, mert tőle néhány méterrel dolgozó munkásokat zavartalanul veszik birtokba az új területet. A munka több évig zajlik majd, és szakaszosan végzik el a szakemberek. Nagyon sok projektelem tartozik hozzá. A nálunk 17 partszakasz építése, felújítása, részbeli átépítése fog zajlani, illetve egyes öbölkotrások, valamint a naturás területeknek az áramlásjavító kotrásai készülnek a közeljövőbe. Mondhatjuk ezt különleges munkának. Mennyire mindennapos ez a munka egyébként? Különleges. Tehát az előbb elhangzott az, hogy miként zajlik. Egyes feladatok azok építészeti, kőműves munkák, vasbeton szerkezetek. A többi munkarész azok általában kotrási munkák, áramlásjavító kotrások. Vannak szárazon végezhető kotrási feladataink, mint például az úgynevezett sankoló terek, hordalék fogó tereknek a kotrásai. Ezek más technológiával készülnek, illetve más technológiával készülnek az úgynevezett áramlásjavító vagy öbölkotrások. Van, amit mit mondtam, szárazról is lehet kotorni, és van, amit pedig zagy technológiával fogunk kotorni. Ez mit jelent, ez utóbbi? Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy különleges zagykotró, iszapkotró technológiával fogjuk csöveken keresztül úgynevezett tárolókban, zagytárolókban fogjuk ezeket az iszapot kijuttatni, és ott fognak ezek száradni, és későbbiekben hasznosításra kerül majd. De az a későbbiek azok évek múlva. Milyen hasznosításra fognak ezek kerülni? Tehát mire lehet ezeket, mire lehet ezt használni? Ezek később hasznosíthatók különböző feltöltésekre, földjavításokra. Nagyon sok a mély terület, ahova ezeket be tudjuk hordani, amennyiben szükség van rá. Strandok, a partfalak mögötti területekre. Szükség szerint. Nagyon, nagyon komoly igény lesz majd a későbbiek folyamán ezek a feltöltő anyagok hasznosítására. Mi a projekttervezőink belül nem biztos, hogy használjuk ezeket az anyagokat, de lehet, hogy felhasználjuk. Ezeket majd a jövő dönti el, meg a kiviteli tervek, amik még készülnek. A beruházás során mennyire tartják szem előtt egyébként az újrahasznosítást? Vasbeton szerkezetek is épülnek. Ez általában úgy kezdődik, hogy bizonyos bontási munkákat el kell végezni a régi szerkezeteken. Ezeket a bontott anyagokat újra daráljuk, ledaráljuk, és visszaépítjük az újonnan építendő szerkezeteknek az alá ágyazati anyagként. Tehát mindenképpen ez az első kiemelt újrahasznosítás. A vasat pedig kiszedjük belőle, tehát ezekre a szerkezetekbe, ezek régi vasbeton szerkezet, ezeket válogatott módszerekkel kiszedjük, és azokat megfelelő lerakóhelyre elszállítjuk. Beszéljünk egy kicsit a jövőről, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy most hogy néz ki a Velencei tó partfala. Mindenki látta már, vannak szebb, kevésbé megviselt, és vannak azért megviselt részei is ennek a partfalnak. Hogyan fog kinézni, milyen képet mutat majd 2022-re? Hát 2022-re
általában, ahol valamilyen burkolt partszakasz most is van, ezeket felújításra kerülnek, átépítésre, felújításra kerülnek, nyilván különböző partfalak különböző technológiával. Egy szép, rendezett új létesítményeket fognak látni a kedves érdeklődők. A kotrási munkákból azok kevésbé látványosak, ugye, mert azok víz alatt vannak, de a partfalakat azt jól láthatóan mindenki számára, aki sétál vagy kerékpározik, azok mindenki számára nyilvánvalóak lesznek ezek a szépen felújított partfalak. A következő években nem csak a több mint 20 kilométer hosszú partfal újul meg, de a beruházás a tó gazdag élővilágára is jótékony hatással lesz. Az öplök, ezek feliszapolódtak, már-már a tó vízminőségének a romlását okozhatná. Tehát ezek miatt is szükség van a projektre. És ezen kívül, hogyha jól tudom, még a vízáramlást is segíti majd, segítik ezek a kotrások. A vízminőségen fog-e javítani, és mennyi idő alatt fog javítani, és mennyit fog javítani ez a beruházás? Én azt hiszem, hogy ez inkább egy fenntartó jellegű munka, ahol a fenntarthatóság a lényeg. Tehát ma el kell mondani, hogy a velencei tó vízminősége kifogástalan. Tehát hosszú évek során az bizonyosodott be, hogy ökológiailag és fürdőzés szempontjából is a tó vízminősége jó. Hogy ezt megőrizzük és fönntartsuk, ahhoz nagyon fontos szerepe van a víz tisztításában nagy szerepet játszó nádas állomány állapotának a megőrzése és annak a minőségének a javítására van szükség. Ezt viszont úgy lehet elérni, hogyha a nádasokba a friss vizet valahogy bevezetjük, ezeket úgynevezett áramlásjavító kotrásokkal hajtjuk végre. Emellett természetes élőhelyeket is biztosítunk a madaraknak és a halak számára, halbölcső, illetve fészkelő szigetek formájában. A velencei tavon egyébként mennyire élénk, mennyire aktív és mennyire dús tulajdonképpen az élővilág? Hát én úgy gondolom, hogy ketté kell ezt a dolgot választani, mert az élővilág része az ember is. Tehát a fürdő részen azt nyilván tudjuk, hogy egy-egy nyári napon több tízezren is vannak, tehát itt nem lehet ok a panaszra. De én azt hiszem, hogy a horgászok ugye mindig panaszkodnak, de azért meg kell nyugtatni a kedves nézőket, hogy van hal a Velencei tóban. Emellett nagyon jelentős és nagyon értékes a madárvilág, és ez emiatt a fészkelő helyeik biztosítása miatt a nádas állományt is folyamatosan kezelni és fejleszteni kell. A fejlesztés a tervek szerint 2021. augusztus végére valósul meg közel 14 milliárd forintos Európai Uniós és állami támogatásból. A kivitelezők ígérete szerint a munkálatok a nyári időszakban nem a strandokon zajlanak majd, így a kánikulában ugyanúgy lehet majd a Velencei tóban hűsölni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!